11 embert, hiszen annyival egy foci csapatban, össze kéne szedni. Nemre, fajra, hovatartozástól rabaló tekintet nélkül. Nem lesz nehéz. Nem lesz nehéz? Én úgy gondolom, nem lesz nehéz, ott vagyunk egyszer 3, meg 2 az 5, befutunk ide. Mennyi időre tippeled? Mennyi időre tippelem? Hát mondjuk egy 6-7 perc. 6-7 perc, a mindenit. Tehát 15 perc. 15 perces hadszolom. Hogyha összejön a 11 rendes csapat, akkor is mindenki szívvel, lélekkel dolgozik, akkor mindent meg lehet csinálni. Hát akkor meg kell nézni talán egy órát. Hát azt csak reméljük. Igen, ez 3:10, hogyha jól látom. Gyertek, nem focizni kell, gyertek, na gyorsan, nem hiszek, gyorsan. Itt nincs senki. 6, 7, 8, jön még a Szilvi, 9, 10. Menjen el, mama, mert nem lesz meg. Nem fogok elmenni, nem kell elmenni. Hányan vagyunk, gyorsan számoljátok össze. Itt a kispad. Ez a kispad, igen. Jó. Akkor állítsuk le az órát, mondd már meg, hogy mennyi az idő. Ebben most semmit nem látunk. Hát ez gyakorlatilag, ez 4 perc. Az... Jó, oké. Okay. Ez 4 perc. Ez reklámra is kevés. Túl teljesítettük a tervet, szerintem, hogy ez másban is itt fog működni, akkor az nagyon jó lesz. Aha. Más tekintetben. Jó, szerintetek egyébként üzemi tanácstagoknak a talpra esettségét mennyire lehet lemérni abban, hogy milyen gyorsan tudnak egy foci csapatot felállítani? Össze lehet, gyorsan, akkor gyorsan, akkor szerintetek ez jó teljesítmény volt, ez a 4 perc? Igen, hogy ne. Szerinted ez a teljesítmény, ez a 4 perces teljesítmény, mit árul el egy üzemi tanácstag jelölt képességeiről? Hát szerintem azt árulja el végül is, hogy ismerik, milyennek ismerik, és hogy hallgatnak esetleg ő rá, és hát milyen kapcsolatban van az emberekkel. Délelőtt első részében másik két üzemi tanácstag jelölte egy DSSS-sel. Azon dolgoztunk, hogy az volt a feladat, hogy, és nektek is ez a feladat, nekik az állomáson kellett egy foci csapatnyi embert összehozni, nektek pedig az igazgatóságon kéne ugyanezt megtenni. Nekik 4 perc alatt sikerült. Ez nem az egyszerű. Mit tippelsz? Mennyi idő alatt fog sikerülni? 5 perc. 5 perc? Mire gondolsz? Hány perc? Az embereknek a nevén gondolkodok most. Megoldjuk. Oké. Okay. Hát akkor kéne egy óra nekem. Van órád? 11:05 perc, akkor óra indul. Bárhova mehettek itt igazgatóságon belül. Aha. Kezdhetjük. Leszel kapusunk? Mikor most? Csak most így átmenetileg. Egy ilyen foci csapatnak a kapusának kellene lenni, de végül is nem lesz meg semmi. Csak egy egyszerű. Csak egy csapatot kell összeszedni. Mi van? Keresünk 11 embert, egy fotó elég itt az udvar közepén. 11 embert. Igen. Sokan vagytok ott a társadalom? Csak 5-en vagyunk. Az jó. Ti 5-en ki tudtak jönni egy fotó elég, egy foci csapatot keresünk. De nem kell játszani, hanem csak egy sor felállni sorot, az készen. Beállnátok a foci csapatba. Most mondjuk egy pár percen belül. Egy virtuális foci csapatban. Ha jó? Egy fotó erejéig. De gyakorlatilag a... Hát annyi az egész csak. Ezt jöttek visszadolgozni. A GDSS üzemi tanácstag jelöltjeinek az alkalmasságát próbáljuk felmérni. Az a kérdés, hogy mennyire tudnak az igazgatóságon belül 11 embert összeszedni. Benne vagytok? Oké. Foci csapat. Okay.
Lányok is lehetnek? Persze. Ahol lányok lehetnek, akkor... Hát már vannak is. Foci csapat. Aha, és most egy ilyen foci elején. Most hányan vagyunk? Hát csere is van. Tizen? 2, 4, 6, 10, velem együtt 11. A kollega hol van? Megvan a kispad. Sziasztok! Ezek is jönnek. Lányok is érvényesek? Persze. Nem kérdezted. Értek. Ti honnan jöttetek? Kispadra szükség van? Cserék. Kispadra. Cserék. Cserék. Ti honnan jöttetek? Melyik osztályra vagy? Kargó. Kargó? Aha. Hát szerintem akkor sorakozzatok föl ti is. Persze. Abszolút. Feri, légy szé. És mivel meg gyakorlatilag sikerült a feladatot teljesíteni, állítsuk le az órát. Tehát akkor nézzük meg, hogy mennyi az idő. Ugye 5 volt, 11 óra 5-kor kezdtük. Most óra 10. 11. Én ezt 16-nak látom. 16. 16. Tehát mondjuk egy 10 perc alatt sikerült ezt megoldani. Igen. Oké. Szerintetek mennyire jó fokmérője az üzemi tanácsnak? Üzemitanács tagoknak az, hogy mennyire tudnak egy foci csapatot kiállítani. Eléggé. Szerintetek jó teljesítmény? Simán. Mindenképpen. Mennyire lehet megmozgatni az embereket?